Szalai szépen leviszi az alapvonalig, aztán ott megállítja, Lázár van vele szemben, Szalai adja középre a labdát, Kamerem tudott belecsúsztatni, viszont lehet lőni jó úszról, nem is rossz az! Bozsovic csak a szerencsében bízhatott, szemmel verte ezt a labdát. A második videóton szöglet. Gosztonyi végzi el. Lecsorog a labda, André Alves maga elé teszi, ez a ballal az égbe lövi. Egy óriási bedobás és egy oldalháló. Simon. 44. perc. Gosztonyi integet. Jön a labda. Vaskó fejelt, és ezt a Vlaszák húzta le. Vasiljevic. Lencse játsza vissza a labdát. Szép mentés volt. Egy meglövés. Vlaszák. És Vlaszák visszalép, lehúzza Alves feje elől. Gosztonyi jön lendületesen. Panikvár egy picit lemaradt. Jó a labda középre, na nézzük, rá tud-e fordulni, Lencse rá tudott. Csak éppenséggel a kaput nem találta el. Újabb nagy lehetőséget hagyott ki a videóton. Turkovsz passzolta tovább a labdát, Delic. Ez nagyon nagy indítás, és ez gólhelyzet így. Ó, Bozsovic. Könnyedén fogta, sokkal nagyobb lehetőség volt ebben pedig. Simon. Gosztonyi, ő fogja elvégezni a szabadrúgást. Óriási helyzet, kapufaj, és aztán rávetődik Vlaszák. Hát hihetetlen jelenet volt, Lencse fogja a fejét. Nézzük még egyszer, itt van Gosztonyi szabadrúgása. Kapufára pattan, onnan egy védőre, és ott pedig megint egy lehetőség. Vasiljevic fölé! Hú, Vlaszák, aki útjába kerül védő, kap a fejére. Lencse. Nincs Helles, óriási lehetőség. Sándor! Sándor kapus mellett elviszi, és ez is kimarad. Hát ez elképesztő. Az asszisztens szerint ez nem volt les. Sándor körül is nézett, rá is nézett a partjelzőre, mehetett tovább, és Miljatovic a gólba tartó labdát mentette. Elek rúgja előre, André Alves próbálna elérni a labdát. Hatalmas lökés, és Alves tovább viszi a labdát, nincs szabadrúgás. Lencse, gólhelyzet, Gosztonyi, na, lesz gól! A 72. percben csak sikerült feltenni az íra a pontot. Dusan Vasiljevic szerzi a gólt. Nem látott itt szabálytalanságot a játékvezető. Hát, lelke rajta. Elviszi André Alves, neki nem is azzal kell foglalkozni, hogy miért nem ítélt a játékvezető, hanem azzal, hogy tovább kell vinni, ha nincs ipszó. Itt Lencse, itt Gosztonyi, és aztán a negyedik ember Vasiljevic. Alves még mindig. Eltalálta a Varga a lábát hátulról. Sárga lap lesz. Sőt, piros. Varga megy az öltözőbe, 10 emberrel fejezi be a meccset az Zalaegerszeg. Gosztonyi. Ez a nagy labda, Alves. Ha, na, mi lesz az ítélet? 11-es. És lehet, hogy Vlaszákot kiállítja a játékvezető. Már a piros jön is a zsebből elő, Vlaszákot kiállítja a játékvezető, és 11-eshez jut a videóton. És Gamber egyelőre 1-0 a videótonnak. André Alves nekifut, lő és hozzáért Gamber, de bepattant az alkalmi kapus kezéről a labda. Jól érezte pedig, hogy merre fogja rúgni Alves. Alves indulhat. Simon Falvi mellett befelé fordul. Alves elesik.
fölpattan Alves, hihetetlen, de nagy játék volt! 92. perc, André Alves már az egyensúlyát is elvesztett, aztán négy kézláb egy picit tovább küzdötte magát, fölpattan és bevette Kamber kapuját. Valószínűleg ezzel beállítja a végeredményt. 3-0. Nagyon befűzte Simon Falvit. Itt már a földön volt. Elvitte Miljatovic mellett is. Nagy teljesítmény.